Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható szeptember hónapban a halak jegyében születetteknél? Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy havi jóslást, a díjam 4000 forint. Amit még megemlítenék, hogy jelenleg van egy akció. Mégpedig, ha élsz egy e-mailt, ezt én megválaszolom, és kapsz egy személyes szerencse számot, mindez ingyenes. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák szeptember hónapra a halak jegyében születetteknél. Az első hét itt látható. Ez a park jelenti a nyilvánosságot. Lehet, hogy itt lesz találkozás a nyilvánosságon, vagy ő felvállal téged a nyilvánosságon, mert itt szerelemről van szó. Amit ez a park még jelent, ezek az elismerések. És itt lesz egy ajánlat. Ez kihat az anyagiakra, kihat a munkádra, a hivatásodra. És ebben az esetben ez a kártya jelent egy előnyös szerződést, és itt a hajó adja hozzá a reményt. Amit a hajó még jelent, ezek külföldi kapcsolatok, utazások, kihat a szerelemre. Vagy lesz egy közös nyaralás, vagy ez a férfi, vagy ez a nő külföldön él, itt vannak utazások, lesz látogatás, vagy valakit megismersz külföldön. Mint említettem, itt van egy ajánlat, vagy segítség az anyagiakat illetően. Itt a könyv jelenti a tudásodat, a bölcsességedet, vagy továbbtanulást. Itt a madaraknál beszélgetésről van szó, mivel egy vonalban itt van a külföld kártyája, ez lehet egy idegen nyelv tanulása is. A halak jelentik az anyagiakat, ugyanúgy, mint az érmék. Az lehet, hogy valaki eltitkol előled valamit, hiszen a könyv zárt, jelenthet zárkózottságot, jelenthet titkokat is. Itt anyagiakról van szó, esetleg családi kapcsolatról. De lesznek komoly beszélgetések, a 10-es szám jelent majd egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életedben. Második hét, szeptember hónapban itt látható. A szemed be van kötve, nem látod, hogy mi van körülötted. Azt is jelentheti a kártya, hogy tekints befele, meditálj valami felett. Itt a kelyhek jelentik az érzelmeket. Ez a három utal a múltra, ez össze van törve, itt folynak a könnyek, vannak fájdalmas emlékek. Ezt fel kell dolgozni, ezért tekintesz így befele. Mivel itt fájdalmas emlékekről van szó, ez korlátoz téged. Az is lehet, hogy őt korlátozza, és nem meri kimutatni az érzelmeit. Holott itt van jövő, hiszen a hátad mögött, vagy az ő háta mögött megjelenik ez a két kehe, ez még nincs összetörve, tehát van jövő, lesz közeledés, lesz egy párkapcsolat. Ebbe az irányba mozognak az események. Itt ez a hintó jelenti a mozgást, vetkezett be a dolgokat, jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat, változásokat, esetleg egy autó vételét is. Itt a botok jelentenek több irányt, de koncentrálj arra, ami fontos. És itt a 2-es szám jelenti a párkapcsolatot, téged és őt, esetleg jelenthet szerződéseket. Mivel a kezében van a klóbusz,
Ez lehet utazás, lehet külföldi kapcsolat is. Lesz szerencse, egy ünnepség, egy meghívás, vidámság, ami életerőt ad számodra. Ez az erő lehet a belső erő is, hogy higgy abban, hogy itt minden jó irányba fog fordulni. Harmadik hét, szeptember hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen, és itt vannak a gondolataid, a szerencse, a kommunikáció. Előtted a királynő jelenti a te tartásodat, ezt a büszke királynői tartást, azon kívül el fogod foglalni a helyedet az életben. Ügyelsz az anyagiakra, itt lesz siker a munkát, a hivatást illetően. Itt a lilium virág jelenti az ártatlanságot, a szép érzelmeket, a jó gondolatokat. Itt tisztázódik valami. Sőt, a nap itt is a nap megvilágít valamit, és azt jelenti, hogy tisztázódnak majd a dolgok. Az anyagiakat illetően, a hivatásodat illetően, a baráti kört illetően, az otthonodat, a családot illetően is. Itt melletted megjelenik ez a sorskerék, kihat a sors útra, itt lesznek sorsdöntő változások, találkozások vagy döntések. Úgy lesz minden, ahogy a csillagokban ez meg van írva. A csillagok szerencsét hoznak, de jelenthetnek egy spirituális területet, amit ki tudsz építeni, ami pénzt hoz neked. Itt lesznek fontos döntések, a nap megvilágítja az élet utat, és a gyermek itt ezen a képen jelenthet egy új kezdetet. Utolsó hét, szeptember hónapban itt látható. Itt döntésekről lenne szó, de kicsit vacilálsz, tegyem vagy ne tegyem, vannak álmatlan éjszakák vagy félelmek, de itt van a megújulás, a transformáció, mint egy újjászületés. És ez a fő pap, ez jelenti azt, hogy megvan az isteni segítség. Itt van a kapcsolat, és ezen a képen ugyanúgy, mint itt, vannak még bizonytalanságok. De vedd kezedbe a kardot, és vágd el a félelmeket, a bizonytalanságokat, hoz komoly döntéseket, eljött ennek az ideje. Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatokat, a szerződéseket, és itt a kereszt a hitedet, vagy a sors utakat, ugyanúgy, mint itt a sors keréknél, amikor a sors utak kereszteződnek, jelenthet döntéseket is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt vannak a kapcsolatok, a döntések, de nem szabad bizonytalannak lenni. Hiszen itt van a varázsló, és segít. Segít az élet utadon. Jelenthet egy spirituális területet is, vagy a te varázslatos kisugárzásodat, vagy a vonzalmat kettőtök között, akkor az kihat a párkapcsolatra. És ez volt a havi jóslás a halak jegyében születetteknél. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!